Kertunosi Pál, Városi Könyvtár, Kiskunhalas. A 20. század közepén a halasi könyvtár olvasóinak 55-60%-a 14 éven aluli. Ma már ez az adat sokkal rosszabb. Üzenetként azt lehetne megfogalmazni, hogy olvassanak minél többet. Járjanak könyvtárba. Nagyon jó könyvek vannak itt. Kiskunhalason az első nyilvános könyvtár 1897-ben nyílt meg 243 kötött könyvvel. Ez a szám napjainkban pedig több mint 115 000.